Már 10 előadást megért az Ikonná váltak című előadás, amit itt játszunk, 2 éve mutattuk be, és tavaly tavasszal az a gondolat ötlött fel bennünk, hogy mi lenne, hogyha a délutáni előadásokból, ami szabad és nyitott volt mindenki előtt, abból egy kicsit ilyen rendhagyó irodalom órává varázsolnánk ezt az előadást. Nekem Kertész Imre volt a kedvencem, aki legjobban megfogott, és ő az, aki legmaradandóbb volt számomra. Talán túl sokáig élt a diktatúrákban. Ellenséges és reménytelenül idegen szellemi környezetben ahhoz, hogy szertehettem volna némi irodalmi öntudatra. Nekem a legjobban a mai napon a Petri György tetszett. Mindenek előtt költő vagyok. Nagyon sok egyéb más funkcióm is van, de az csak akkor működik, hogyha az írás megy. Nagyon megfogott a vicces hangvétele. Nagyon tetszett, hogy a mi stílusunkat át tudta venni, és át tudta adni az ő stílusát is. Azért tartottam fontosnak, hogy eljöjjünk, mert az irodalom, a történelem és a művészet egységét egy ilyen gyönyörű helyen sokkal interaktívabban lehet megélni, és szerintem közelebb lehet hozni a diákokhoz magát a művészeteket, az összművészetet, mint egy tanórán bent az iskola keretein belül. Jelen esetben az én osztályomról is tudom, hogy már hazamenve már a Wikipédiát és a Google-t fogják keresni, és utána olvasnak ezeknek a költőknek, mert ez az interaktív előadás sokkal erősebb késztetést hoz arra, hogy utána járjanak dolgoknak, mint egy tankönyvi tanórai alkalom. A háború és a mindenfajta nehézségek, amikkel szembesültek a Kertész Imréék, az nem veszik ki a világból, szóval a világ valamely pontján sajnos mindig aktuális marad. És nem mindegy, hogy erről milyen kontextusban hallanak először, szóval, hogy fantasztikus, tehetséges és megkerülhetetlen irodalmárok és írók, költők tollából művész ilyen megfogalmazva, vagy újságcikkekből, amik nem feltétlenül árnyalják ennyire a képet. Borzasztóan tetszett a darab, tehát hogy én ezekből sokkal inkább tudok tanulni, és szerintem sokkal inkább ilyen interaktívan kéne tanítani mondjuk az embereket, mert szerintem sokkal jobban megmaradna mindenkinek, mint egy azt, hogy mondjuk az iskolában ülünk a 45 perces órákon, és hogy nincs semmi aktivitás. Mindenképpen ajánlanám más diáktársaimnak is, de akár még ugye felnőtteknek is, akiket ez érdekel.